Aztán mondhatom, hogy tök vékony vagyok, mert úgy sem látszik. Most áramot vezetünk belé, vagy igen. Aztán kilőnek az ügyre. Komolyan így forgott jobbra-balra, nem mertem a szememet kinyitni. Komolyan. Nem mertem. Most ide bemegyünk egy kávé, meg egy krémes beficcen, és utána megyünk. Rosszat sejtek. Mi fog itt történni? Szervátultetés is történni? Hát hogy fogok úgy mosolyogni a celeb fotókon egy csavarral a szám? Nem tudásom. Judy, egy kicsit nagy a fogsorod a fejedhez képben. Hát ez jó, nagyon jó. Az mondjuk furi. Na. Nem kegyenek lenni. Félhegye? Így értitek, hogy mit mondok? Sziasztok! Hát fogászati kezelésre indulunk, illetve fogászati ellenőrzésre, ami mindig egy nagy izgalom, mert senki nem szereti, mikor a szájában turkálnak, ugye? De hát ezen a fogászati ellenőrzésen fél évente, évente át kell esni a saját érdekünkben. Most oda készülünk, ráadásul Judyval és Mollyval. Hát ezt már előre gondolhatjátok, hogy elég vicces lesz, akármi is fog történni. Legalábbis reméljük. Reméljük, hogy semmi rossz dolog nem fog kiderülni. Hát az ilyen éves, féléves kezeléseken, illetve ellenőrzéseken általában leszedik a fogköveket, ami egy tök természetes dolog, mindenkinek képződik a fogán, és le kell szedetni, minél előbb annál jobb. Hogyha valaki évente leszedeti a fogköveket, akkor gyakorlatilag alig-alig kell valamit csinálni. Hát, ha valaki tovább vár, akkor az nyilván egy hosszasabb folyamat, de mindenféleképpen ezt meg kell csinálni, és mondom, természetes, mindenkinek képződik a fogán. És hát ugye meg kell nézetni, ilyenkor meg kell nézetni, hogy nincs-e valami probléma. Nekem is vannak tömött fogaim, de hála Istennek, mivel tényleg nagyon rendszeresen járunk fogorvoshoz, ezért mindig az elején sikerült elkapni, hogyha lett egy lyukacska, akkor minél kisebb, annál kisebb ugye a beavatkozás, amit csinálni kell, úgyhogy én mindenkinek azt tudom ajánlani, és azért készül ez a videó is, hogy titeket is arra biztassalak, hogy menjetek, ellenőriztessétek, mert minél előbb derül ki, hogy van egy kis lyukacska a fogatokon, annál hatékonyabban, illetve nem hatékonyabban, hanem annál kisebb a beavatkozás, amit majd csinálni kell. Na nézzük akkor, menjünk a tuti jó fogorvoshoz, és lássuk, hogy milyen kalandok várnak ránk. Judyval és Mollyval megyünk, úgyhogy szerintem jó pofa lesz. Évi rendes fogászati ellenőrzés, illetve fél évi rendes, bocsánat, mert fél évenként kell menni. Itt vagyunk a lányokkal. Na gyerünk, gyerünk! Befelé csajok, ellenőrzés van. Voltál már? Ilyenen? És milyen élmény volt? Nagyon rossz volt? Én még soha életemben. Tényleg? Nem éreztem ilyen jól magam. Tehát egy wellness-re ezt képest. Semmi. Na, most kipróbáljuk. Ez tényleg jó. Ezt olyan vagy. Miért jó, mert ez minden. Ilyen. Mint egy kisiskolás, olyan vagy. Uni méret. Nem, olyan vagy benne, mint hogyha valami iskolai, nem tudom, osztályba ülne. Ebben mondhatom, hogy tök vékony vagyok, mert úgy sem látszik. Tényleg, és erről el kell harapni ügyesen. De az nem volt még más szájában? Nem, ez akkor jó. Úgy, szuper. Te jó, üsszen. Úgy jól áll. Jó? Felbacskálva kicsit előre, és két kis kézzel meg kéne kapaszkodni ilyen lejjebb, egy kicsit le, úgy nagyon jó. Erre a keményre kell áll. Aha, igen, van benne egy ilyen kis vája. Jó most, és nagyon kérdez. Na, jó. Úgy jó. Úgy jó, aha, aha. Szuper. Jó, biztos, hogy jól fog sikerülni. Igen, csak az a lényeg, hogy nem kéne mozogni, amíg vissza nem jövünk, érted, jó? Rendben, köszönöm szépen. Kivégzés. Na, mit csinál? Mindjárt furom a gép. Most áramot vezetünk belé, vagy? Igen. Reméljük, nem fog remenni. És mindjárt csak tűz. Reméljük, nem tartom. Mindjárt rázd a görcs, nem? Ez az lesz? Most meg vagyunk. Nem, most nem. Most ez a görcs nélküli volt. Milyen volt? Most nem, most mohatok. Mindjárt? Jó volt? Most igen. Figyelj, kértem rá egy kis pluszt. Olyan sokáig tartott, azért nevezett. Azért kilőnek az ügyre. Komolyan, így forgott jobbra-balra, nem mertem a szememet kinyitni. Nem mertem.
hogy sugárzást kapjon a szemed. Nehogy kiesson a szemed a helyéről. Ez olyan, mint egy majomálkapocs. Ez a tiéd? Mm-hmm. Úristen, de jó. Mennyi tömés van, igaz? Igen, meg ott van egy gyökér között fogacska, és itt van egy foghiány. Igen, van. Sajnos, azt az kihúzták ami... valamikor még gyerekkoromban, képzeljétek el, és nem jött ki helyette a másik. De jó. Hát egy komolyabb protézis nem kellene. Oldja. Ilyen kivehetős. De azt sem mondhatod meg, hogyha tök minden jó. Ne, azt sem mondhatod meg sajnos. De amúgy tök minden jó. Már nem rakom el a videóba, csak... nem mondom el senkinek. De mondd már meg, hogy tök minden jó. Nem mondhatom, mert ha mégis, akkor meg én leszek értelmében. De te már ezer ilyet láttál, most mit itt kis titkolózós. Igen. Doktor úr, mert nem mondja, hogy doktor úr, legyen úgy, megvárjuk, bár nem könnyű. A röntgennel most Molly bölcsességfogait ellenőrzik, amik ugyan még nem bújtak ki, de most leveszik majd a fogszabályzót, és később, ha kibújnak a bölcsességfogak, sajnos összekócolhatják a fogsort. Na, akkor Mollika is kap egy kis áramot. A fogorvosok általában azt ajánlják, hogy a bölcsességfogakat még ilyen fiatal korban érdemes kivetetni, mert egyébként nincs rájuk szükségünk, és nem tudják akkor majd később összekócolni a szép fogsort. Ide bezárnának minket, nem volna egy ilyen? Minket nyugodtan, mi ott is foglalnánk. Én biztos röhögnénk. Figyelj, és az csak az, amelyik rögzítve legyen, nem? Mert hogy akkor az más is röhögnám. Oké. Amúgy tényleg jó ez a mellé, mint a izéknek a közterület felügyelet. Ugye? Nekem olyan, mint egy iskolai köpeny. Na, és akkor ez nem a Mollikáé? De ez Mollika. Ó, nézzük már meg a fogadat. Ugyanott vannak a bölcsességfogai. Ugyanott vannak, de szerintem már lett egy kis, nem lett egy kis izéjük. Gyökerük, vagy nem? Nem tudom, már nem emlékszem. De szerintem... Te nagyon kis cuki kicsik. Igen. És ez nagyon kellemetlen, amikor kiveszik. Nem, a szúri egy kicsit kellemetlen, de utána nem. Igen. Nem, az adják el. Ne adassanak el. De az is. Nem akarom, hogy miért fájjon le? Neki. Nem akarom, hogy fájjon. Ne fájjon. Legalább kipiheled magad. Biztos. Hát ezt oldalakét szoktuk kivenni, és körülbelül egy fél óra, 45 perc. Hát doktor úr valahonnan szeretem. Még akkor van. Doktor úr valaki telített lábbalól. A doki. Az a lényeg, hogy ne fájjon a gyerekeknek. És nyugtass meg, hogy aki idejön, annak nem fáj. Nem fáj. Doktor úr, a maga szíve sose. Ó, doktor úr, ne hagyj itt ártatlanul. Mit szeretném mondani még egy kávét előtte? Még szeretnék kávézni egyet, mert fog kérítés lesz. Utána hogy fogok kinézni ilyen barna fogakkal. Igen. Úgyhogy most ide bemegyünk, egy kávé, meg egy krémes beficcen, és utána megyünk. Meg egy háromfogásos kaja, nem? Meg úgy ilyenek. Egy vacsi. Igen, Mollika, te mit rendelsz? Mert pizza? Pizza? Az teljesen. Jó van, oké. Okay. Na hát akkor azt hiszem, hogy ez egy univerzális hely. Itt minden van. Te mit kérsz? Bármit, ha pohácsítanékod. Ó, az jó! Teljes ellátás van. Kaptunk kávét. Mert a fogfehérítés után közben nézhetjük a Csaba doktor urat. Itt van, tessék. Miközben kávézunk. Tök menő. Ilyen Mollikának is. De az ingyen van. Tehát elrakhatjuk. És mit csinálsz otthon az a kártyázó, vagy osztogatod ingyen? Ki kell tapékodni. A budit vele, nem? Láttam már fogorvost egyébként? Zsugika, ne szóljál be! Ne szóljál be. De nézzük, hogy kellett szemben. De én félek. De miért hátulról veszel? Szemből, gyere már, szemből szebb vagyok. Nem, én meg pont arra gondoltam, hogy hátulról szebb vagy. Akkor várják, hogy csak a bokádat veszem. Rosszat sejtek. Mi fog itt történni? De szervátul tetés is történik. Akkor tegye szét a lábát. Akkor le, annyi, hogy nem mondtam, hogy ez nőgyógyászati kezelés. Most voltam. Na, én mondtam neked Csabának, én nekem le... Én mondtam a Csabának, hogy én szeretnék. Szerintem is csinálni oda? Jó, szeretnék. Implantát volt. De fáj nagyon. Semmi fog. De lehet, hogy nem került fel egy fogkádat, volt fokhúzás, annál sokkal jobb. Volt fokhúzás, de még nagyon régen kézben, még gyerekkoromban. És nem nőtt ki. Szerintem lehet, hogy túl korán húzták ki, vagy mi történt? Én ott magamnak kicsavartam. Mit csináltál? Én azt magamnak kiszedtem. Jó, de hát rossz volt már. Jó, hát ti... Ne akar itt engem itt átrázni. Fokhúzásra sokkal. Ne akarjad lelopni a sót. Igen. Ú, azt szerintem tök... Aki kicsavar lehet benne, azt nem is fogod látni.
Hát hogy fogok úgy mosolyogni a celeb fotókon egy csavarral a szám? Nem jó. De egyébként azt érzem, hogy fogok olyan kívül tényleg semmi más nincsen. Aha, legyen. Úgyhogy... Hát mondjuk, annyi azért, mert ez ilyen kivehetős azért. Ez egy kivehetős potprotko, azért nincs semmi gáz. Hogy mi legyen a Molikának a... Tudod, ugye? Igen. Mert azt javasolták a gyerekfogászaton, hogy ki kellene venni. Hát igen. Azért ez annyira félelmetes, nem? Mint valami szellemfotó. De ezt mondta a doktornő is, hogy, hogy amit szépen helyrehozott, szép kis fogacskája, azt most ne kócolja újra össze. Mert túl bölcs, nem? Mert nagyon bölcs. Nem, hogy kitépjék és fröcsögjön a vér. Kicsit ilyen horror sztoriban csöppentünk bele. Minden rendben lesz. Minden rendben lesz. Túléled, Moldi, ne izgulj! Dobd be a szádba? Mindenre, majd a kis jó. Szia, Moldi. Majd így innen belülről is veszünk. Judy, egy kicsit nagy a fogsorod a fejedhez képben. Hát ez nagyon jó. Olyan vagy, mint valami nagy cápa. Hello! Ott a Judy. Azt mondták, hogy a fogkőlevételen kívül semmi probléma nincs. Ez azt jelenti, hogy nagyon ügyesen mostam a fogam, ti is nagyon ügyesen mossátok a fogatokat, de ha mégsem, akkor itt a helyetek. Igen. Mint egy kisgyereknek, nagyon ügyesen mossam a fogat. Okos, okos vagy. Normális, ha minden oké a környezetünkben, akkor azért élente el kell menni. Azt tudom, igen. Ez így volt eddig is. Van egy kis elszíneződés. Igen. Gondolom a kávé okozza. De a bőrűbor... Az nincs, de kávé sok. Most mi hazudsz? Nem, hát a bőrűbort letagadom, de... Fogkörözés után egy homokfúvást is fogunk végezni. Ez pedig azt jelenti, hogy ezt fogja nagyon szépen leszedni a elszíneződéseket. Hát jó? Úgyhogy ez egy ilyen kis fogfehérítésnek minősül. Igen. De ez mindenképp ez egy megelőző kezelés a fogfehérítés előtt. Jó? Jó. Akkor is majd veled jövök legközelebb, Judlán, hogy te jössz. Jó. Meg és azt már kaphatom meg. Ez olyan jól néz ki a fogkedvem. Ezért ez még kicsit már a WC-kefére hajaz, de ilyen tök menő. Jó, de lehet, hogy a te fogadhoz kell ekkora. Nem? Így, tök menő. De figyelek. Vicceset akartok, mert akkor jó lesz a szájtartás. Igen, akarunk. Csináljunk már egyszer egy olyan videót, Judy, ezt a szájterpesztősök körülbelül, éjj, elgár. Szájterpesztés van, és akkor úgy kell... Úgy kell beszélgetni. Kell beszélni. Mi, tehát mozdulatokból értjük egymást, nem beszédből, nem? Ez igaz. Mozdulatokból is. Régóta már értek egymást. Hát igazából, nem szerintem mondjuk. Együtt születtünk majdnem. Ó, a szájfény. Ezt miért kell csinálni? Azért, mert most jó sokáig nyitva lesz a szár, és nem szeretném, hogy kiszáradjon. Jó sokáig, uram is. Hát egy 40 percig biztos. Nekem mindig nyitva van a szám, én folyton beszélek. Az mondjuk furi. Na. Én nem kényelmetlen. Fél hegye? Így értitek, hogy mi fennak? Abszolút. Jelen. Én szoktam a vezetőt szület, hogy vala popsi. Milyen? Baba popsi? Igen. Na, mondtam, hogy én mindent értek, azt is, amit nem. Jó, szerek, aztán? Akarja.